Kedves vendégeink, tisztelt megjelentek! Én nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy ismét egy új beruházást adhatunk át itt Tihanyban, a mi kis kincses félszigetünkön. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsöm dr. Szabó Tündét, a sportért felelős államtitkárasszony. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Dr. Kontrát Károly urat, a belügyminisztérium államtitkárát, településünk országgyűlési képviselőjét, Polgárdi Imre urat, a Veszprém megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, Tósoki Imre polgármester urat, Mihály Jeromos Perjel urat, dr. Korzenszky Richárd Perjel emeritus urat, Ferenc Kornélt, a járási hivatal vezetőjét, Puskás Zoltánt, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóját, környező települések Alsóőrs és Örvényes polgármestereit is. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. És természetesen szeretettel köszöntöm a helyieket is, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, köszöntöm Radó László iskolaigazgató urat. Köszöntöm Horváth Bélát, a Tihany FC elnökét. Az MLS részéről érkezett kedves vendégeinket. És nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttek a faluból. Köszönjük szépen a civil szervezeteknek, hogy eljöttek, a vezetőknek és a civil szervezetek tagjainak, a tantestületnek, az önkormányzati dolgozóknak. Ezen is látszik az, hogy ez a mostani alkalom az a falunak egy igazi közös ünnepe. Most, hogy hallgathattuk a Tihanyi Bencés Fúvós zenekartól Handel Judás Makkabeus című oratóriumából egy részletet, eszembe jutott, hogy pontosan ők játszottak közel egy évvel ezelőtt akkor, amikor ennek az intézménynek, ennek az új létesítménynek letettük az alapkövét kint az iskola udvaron. Eltelt egy év, és most már mindenki, akit érint, sportolók, helyiek, elsősorban az iskolai tanulók, és a helyi civilek is természetesen birtokukba vehetik ezt az új épületet. És ez egy nagy öröm számunkra, és én most megkérem, folytassák a zenélést a Tihanyi Fúvós Zenekar, méghozzá Bartók Gyermekeknek című ciklusából egy fúvós zenekari átiratot fognak hallani. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a Tihanyi Bencés Fúvószenekar műsorát, és köszönjük a munkát Verb Gábornak, felkészítő tanároknak is. És én most megkérném Tósoki Imrét, Tihany polgármesterét, hogy köszöntse ő is a jelenlevőket. Tisztelt államtitkárasszony, képviselő úr, elnök úr, igazgató úr, Jermos atya, kedves Rihárd atya, hivatalvezető úr, elnök úr, polgármester, kollégák, tisztelt igazgató úr, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök ezen a mai átadási ünnepségen. Én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy ez a mai nap ismét egy nagyon fontos mérföldkő a település életében. Hiszen ez a két beruházás, amelynek az átadási ünnepségén vagyunk, ez mind az általános iskola életében, mind a helyi sportegyesületnek az életében egy nagyon fontos előrelépés. És meggyőződésem, hogy a helyi közösség számára is egy nagyon fontos beruházás. A megyei önkormányzat operatív programjának köszönhetően egy pályázati forrásból tudtuk megvalósítani az iskola energetika fejlesztési programunkat, amely tulajdonképpen egy olyan program, amelyet már korábban a Tihanyi Bencés apátság pár évvel ezelőtt elkezdett. Ezt ma ennek a beruházásnak az átadásával fejeztük be. És ez az impozáns sportcsarnok, mert azt hiszem nyugodtan mondhatom, ez pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Veszprém Megyei Szövetség segítségével és kormányzati támogatással tudott megvalósulni. Természetesen mind a két esetben a szükséges önerőt az önkormányzat biztosította mind a két fejlesztésnek a megvalósításához. Ez a sportcsarnok, ez természetesen nem csak a helyi sportegyesületnek az életében egy fontos előrelépés. Itt nem csak a helyi futsal csapatnak az edzései, valamint az utánpótlás csapatoknak az edzései és bajnoki mérkőzései fognak majd megvalósulni, hanem nagyon szeretném, hogyha a helyi társadalom, a helyi közösség is igénybe venni. A sportolni vágyó fiatalok, idősebbek, civil szervezeteket is nagy örömmel látjuk itt a sportcsarnokban. És természetesen a helyi általános iskola is itt fogja majd a testnevelés óráit végezni. A fölöttem elhelyezkedő függöny, amelyet egy elektromotor mozgat, ennek a segítségével ez a hatalmas tér két részre osztható, és akár egyszerre két testnevelés óra is lebonyolításra kerülhet ebben a hatalmas teremben. Számomra még azért fontos ennek a sportcsarnoknak a megépítése, mert egy nagyon fontos rendezvénytér. Településünk önkormányzatának még egy ekkora, ilyen volumenű rendezvénytere soha nem állt rendelkezésre. Idén szeptemberben kerül Tihanyba lebonyolításra az országos főépítészi találkozó. Terveink szerint ezt a programot, ezt a konferenciát már ebben a sportcsarnokban szeretnénk lebonyolítani. Természetesen az általános iskolának a nagyobb rendezvényei is itt kerülnek majd lebonyolításra, hiszen azt tervezzük, hogy az ezévi ballagás már itt bonyolódik. Az évről évre egyre nagyobb látogatót vonzó Bencés bálnak a lebonyolítását is majd januárban ebben a csarnokban szeretnénk lebonyolítani. Nagyon fontos, amit szeretnék kiemelni, hogy ennek a programnak az energetikáját egy 40 kW-os napelemrendszer fogja majd biztosítani. A teljes világítást, a fűtést és a hűtést is ez a napelemrendszer fogja majd biztosítani. Önkormányzatunk számára egy nagyon fontos cél, hogy minden olyan önkormányzati ingatlan, épület, amelyet megújítunk, az megújuló energiákkal tudjon működni, hiszen a fenntarthatóság szempontjából ez egy nagyon fontos és stratégiai lépés az önkormányzat számára. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a megyei önkormányzat támogatásának köszönhetően be tudtuk fejezni az iskola energetikai fejlesztését, és a hőszigetelése ebből a pályázatból az iskolának megvalósulhatott. Megvalósulhatott a hiányzó nyílászárókknak a cseréje, valamint a fűtés korszerűsítés és a radiátorok korszerűsítése is ennek a pályázatnak köszönhetően megvalósult. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szeretnék köszönetet mondani ezekért a beruházásokért, szeretnék köszönetet mondani képviselő úrnak, elnök úrnak, hiszen nagyon sokat tettek ezért a pályázatért. Nagyon sokat tett államtitkár úr, képviselő úr azért, hogy közel 100 millió forint kormányzati támogatást kaphasson a településünk ennek a csarnoknak a megépítéséhez. Szeretnék köszönetet mondani államtitkár asszonynak, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt a felügyeleti szerve
ennek a sportcsarnok építésnek, és szeretném, hogyha tolmácsolná a kollégáinak a köszönetünket és a hálánkat, mert nagyon sokat segítettek az elszámolás során. Szeretnék köszönetet mondani a megyei és az Országos Labdarúgó Szövetségnek, hiszen közel 350 millió forint TAO támogatást biztosítottak ennek a sportcsarnoknak a megvalósításához. Nem volt egyszerű ennek a támogatásnak az összeszedése, összegyűjtése, de szeretném megköszönni azoknak a támogatóknak, akik úgy gondolták, hogy ez a sportcsarnok és Tihany érdemes arra, hogy ezt a programot támogassák. És szeretném megköszönni Horváth Bélának is a munkáját, hiszen a sportegyesület elnökeként nagyon sokat tett azért, hogy ez a csarnok itt megépülhetett. A szívét, lelkét beletette, én azt hiszem nyugodtan mondhatom, és Béla, én csak azt kérem tőled, hogy majd a működtetés során is ugyanezzel a lelkesedéssel végezd a munkádat, hiszen az lesz még egy nagyon fontos feladat. És szeretném megköszönni Szabó Kálmánnak és Németh Kornél kollégámnak is a munkáját, hiszen ők nagyon sokat segítettek abba, hogy a kivitelezők mindig napra készek legyenek, és mindig tudják zökkenőmentesen végezni a munkájukat. És természetesen szeretném minden kollégámnak megköszönni még a munkáját, még mindenkinek, aki valamit is tett annak érdekében, hogy ez az impozáns létesítmény itt megépülhetett Tihanyban. Azt hiszem, zárszóként annyit szeretnék már csak mondani, hogy ez a két beruházás is egyértelműen bizonyítja azt, hogy egy kis közösség összefogással nagy dolgokra képes. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen polgármester úr köszöntőjét, és én most átadnám a szót dr. Szabó Tünde államtitkárasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt államtitkár úr, elnök úr, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ebben a csodálatos sport létesítményben. Mindig nagy öröm számomra, hogyha valamilyen sport létesítményt adhatunk át, különösen, hogyha az ország egyik legszebb települése gazdagodik egy új és modern sportkomplexummal. Tihanyról mindenkinek a gyönyörű apátság, az egyedi semmihez sem hasonlítható fekvése, a hangulatos utcák és terek, az egyéb látványosság, íz, illat és élmény jut eszébe. Éppen itt az ideje, hogy a sporttal, egy kis technika, azt nagyon fontos, köszönöm, hogy halljanak is. Köszönöm. Éppen itt az ideje, hogy a sporttal is azonosítsák ezt a gyönyörű, szép települést. De, hogyha visszaemlékezünk, ugye 2017-es Fina vizes világbajnokság volt itt a környéken, és a nyíltvízi versenyekről gyönyörű, szép tájképeket láthattunk. Ugye itt a félsziget jelent meg, a fenséges látványát láthattuk. Mégis régen megérett már az idő arra, hogy végre megépüljön egy ilyen a helyieknek és a helyi közösségnek valamennyi igényét kiszolgáló létesítmény. Természetesen nagyon fontos, hogy a helyi futszál csapat, ahogy polgármester úr is említette, otthonra lejjen, és a futszál csapat mellett ugye a futballisták is remek körülmények között tudják a téli felkészüléseket végezni. Ám a megfogalmazott és immár valóra váltható célok között legalább ennyire fontos, hogy az épület az iskola tornatermeként is szolgál, valamint közösségi térként is funkcionál, befogadva sok a tihanyiak számára nagyon fontos és kedves eseményeket. Úgy gondolom, ma, amikor már szinte nem múlik el nap anélkül, hogy ne kapnánk utolsó jelzéseket a környezetünk védelme kapcsán, nagyszerű üzenetet küld a település azzal is, hogy a csarnok energia felhasználása egy fantasztikus ugye, napellemmel oldották meg. Legalább ennyire példamutató az Illés Gyula általános iskolában, milyen nagy volumenű fűtés, korszerűsítést is hajtottak végre, és az önkormányzat pályázat segítségével a szigetelést és a nyílászárókat is ki tudta cserélni. Ugyanakkor ez a beruházás ettől lényegesen több, hiszen tudjuk, ha mindenki követi azt a példát, amelyet önök is azzal a maga módján hozzájárul a természetet, az élővilágot egyre jobban megterhelő folyamatok lassításához, sőt akár visszafordításához is. És ha már a folyamatok visszafordításáról van szó, hadd említsek egy másik tendenciát,
amely jelentősen megváltozott az utóbbi esztendőkben, amely az emberi természethez kötődik, mert hogy Magyarország végre növekedésnek indult az a számmal, amely a fiatalok és az idősebb korosztályt is a rendszeres sportra ösztönzi. Mindez a jelenlegi kormányzat döntéseit igazolja, hiszen 2010 óta stratégiai ágazattá vált a sport, és az ehhez kapcsolódó ráfordítások meghozták a kívánt eredményességet. Hiszen Magyarország egyre feljebb és feljebb kúszik abban a rangsorban, amely az európai országokban a népesség rendszeres sportolását jelenti. Különösen látványos a javulás ugye a fiatalok körében is. Immár kézzelfogható, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése, valamint a magyar sport újabb felévelő szakasza, benne sok nagyszerű eredménnyel, sok új példaképpel, meg annyi nálunk rendezett világeseménnyel, mennyi pozitív hatást gyakorol a jövő generációira. Természetesen, amilyen örömteli, ha legjobbjaink nagyszerű sport sikereket aratnak, elég csak az elmúlt hétvégéről a győri bajnokok ligája győzelmet megnézni, vagy hosszú Katinkáék remeklését idézni. Legalább ilyen lényeges, hogy aki sportolni vágyik, azt megfelelő közegben és körülmények között tehesse. Mivel tudjuk, hogy a mindennapos testnevelés jótékony hatása leginkább akkor jelentkezik, ha szép, modern és biztonságos tornacsarnokokban, uszodákban zajlanak az órák, és a kívánt körülmények megteremtése, és természetesen ezt már mindenki igényli, akár a kisgyermek, akár a felnőtt korosztály is. És a cél egyértelmű, hogy minden településen, minden iskolában tudjanak a fiatalok sportolni, mozgásgazdagon is élni. Éppen ezért nem is volt kérdés, hogy a kormányzat igent mond-e az itt élők kérésére, és rendelkezésre bocsátja a beruházáshoz szükséges forrásokat. És öröm látni, hogy az alapkő letételét követően alig egy esztendő múltán egy ilyen csodálatos létesítményt adhatunk át. Ez is fantasztikus siker, amelyhez ezúton is gratulálok Önökhez. És a sportpályáról tudjuk, hogyha a gyorsaság minőséggel párosul, annak csak is nagyszerű eredménye lehet. Kívánom, hogy ez az új sportcsarnok még több fiatallal szerettesse meg a sportot, és őszintén bízom abban, hogy ezt valóban megtapasztalják a lehető legtöbben itt Tihanyban és a környéken élők, hiszen itt köszönhetjük a környék településének polgármestereit is. Mert higgyék el, a sportolásnál nincs jobb nevelő. Ezt én magam is jól tudom, hiszen 3 gyermek édesanyjaként akkor megfogadtam, amikor még nem is voltak ők, hogy 6 éves korosztálytól 18 éves korukig biztos, hogy sportolniuk kell minden egyes nap, hiszen a sport formálja a testet és az élet szemléletünket is, és rendben tartja a keringési rendszert, és természetesen az értékrendünket is. És joggal mondhatjuk, hogy Tihany ma nem csupán egy sportcsaládnak a tagja, de azt is lehet mondani, hogy egy csodálatos csarnokkal is gazdagodott, és nem csak egészségmegőrzésről van szó ilyenkor, hanem megtartó hatásáról is. Ezúton is köszönöm az építőknek és a kivitelezőknek a munkájukat, és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma itt lehetünk, hogy egy ilyen csodálatos sport létesítményt adhatunk át. Így köszönöm Tihany község városának és önkormányzatának, és az itt élőknek, mindannyiuknak, hogy a közös akarat egy ilyen csodálatos létesítményt adott nekünk. Köszönöm szépen, és gratulálok Önöknek! Köszönöm szépen, államtitkár asszony köszöntő szavait, és most megkérném Polgárdi Imre elnök urat, hogy ő is szóljon pár szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik vele együtt. Olvastam a napokban a bukovinai születésű írótól Aaron Appelfeldtől. Szinte napra pontosan 2 hónappal ezelőtt jártam itt Tihanyban, és adhattam át Önökkel a helyi civilek házát. Most újabb létesítmény vár arra, hogy a helyiek élettel töltsék meg. A fejlesztések sora jelzi, hogy a település vezetése élén Tósok Imre polgármester úrral nem csak mer nagyokat álmodni,
hanem a sport nyelvén szólva egyénileg és csapatban egyaránt sikeresen dolgozik a közösség javáért. Gratulálok ezért önöknek. Elmondom önöknek, bár rendszeresen nem sportolok már, viszont az aktív kikapcsolódás szerelmesei közé tartozom, túrázom és gyakran teszek nagyobb sétákat, ha időm engedi, akár itt Tihany festői környezetében is. Szurkolóként, drukkerként viszont igyekszem helytállni minden körülmények között. Gyakran járok labdarúgó mérkőzésekre, és összefuthatnak velem a Veszprém arénában is, ha éppen meccset játszik a helyi férfi kézilabda csapat. Amióta a magyar kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, az eddig végzett munka eredményei jól láthatóak nem csak a sporttámogatásokban, az infrastrukturális fejlesztésekben, hanem a sportsikerekben is. Ezeknek a szép eredményeknek lehetnek fontos bázisai a Tihanyihoz hasonló vidéki sportcsarnokok. Mégis azt gondolom, a legfontosabb cél az, hogy az új és megújuló létesítmények használatával a nemzet egészségesebb és boldogabb legyen. Kedves vendégek! Magam is azt vallom, hogy minden országnak abból kell boldogulnia, amelyre és amihez erőforrásai vannak, és a jövőt is érdemes arra építenie. Ha megnézzük, hogy mi, magyarok, miben vagyunk jók, akkor a tudomány és a művészet mellett bátran ide sorolhatjuk a sportot is. A most elkészült két új fejlesztés is azt jelzi, hogy a jövő épül Tihanyban is. Gondolva a jövő generációira, az önkormányzat a település iskolájának energetikai fejlesztését valósította meg. A Veszprém megyei önkormányzat büszke erre a fejlesztésre, hiszen ez a beruházás a területi operatív programos pályázat segítségével valósult meg, 49,7 millió forint összegű támogatásból. Veszprém megyében a TOP keretében 4,1 milliárd forint összegű támogatást pályáztak meg a megyebeli települések, önkormányzati épületek, intézmények, valamint óvodák, iskolák energetikai korszerűsítésére. Ez összesen 49 projektet jelent megyeszerte. Ennek keretében csak az óvodákra, iskolákra fordított energetikai korszerűsítési támogatások összege meghaladja az 1,7 milliárd forintot. Tihany a megyei TOP keretében 5 pályázaton nyert el vissza nem térítendő támogatást, ezek összértéke meghaladja az 502 millió forintot. A jövő tehát itt épül. Az iskola energetikai felújításán túl egy új létesítmény nőtt ki a földből a régi tornaterem helyén, mely több lesz, mint egy sportcsarnok. Szeretném remélni, hogy a település egy új agórája születik most meg, hiszen a 21. századi multifunkcionális létesítmény nem csak sportrendezvényeknek és testnevelés óráknak ad majd helyet, hanem alkalmas lesz arra is, hogy közösségi rendezvényeket, koncerteket, kulturális és színházi produkciókat tartsanak itt. A Balaton és a Fény festője a közeli Vodacsonyban élt Egri József így írt: egy nemzetnél nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. Önök ezzel a két beruházással újabb értéket teremtettek a településen. Kívánom, hogy legyenek méltó őrzői is, és megbecsülői is ezeknek. Kedves vendégek, legyen szó az általános iskola korszerűsítéséről, vagy az új sportcsarnokról, hiszem, hogy mindkét beruházást a siker építette. A közösség és az összefogás sikere. Bízom abban, hogy a csarnok új lendületet ad majd az egészségesen élni akaró helyi fiataloknak, a helyi egyesületeknek. Remélem azt is, hogy a jövőben számtalan hazai sportsikert hozó viadalnak és színvonalas kulturális eseménynek ad majd otthont a most átadásra kerülő csarnok. Biztos vagyok abban, hogy sokak régi álma valósult meg az új létesítmény születésével. Tihany jó otthona a turizmusnak, jó otthona a kultúrának, jó otthona az egyházi értékeknek. Kívánom, hogy ilyen jó otthona legyen a sportnak is a jövőben. Az oktatás, a sport a magyar kultúra része.
ehhez a kultúrához pedig ragaszkodnunk kell, azaz következő évtizedekben, századokban is meg kell őriznünk ezt. Ehhez a munkához kívánok Önöknek további sok sikert, jó egészséget, gratulálok. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, elnök úr, szavait, és most házigazdaként átadom Radó Lászlónak, a Tihanyi Bencés iskola igazgatójának a szót. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Engedjék meg, hogy nem sorolom fel újra a jelenlévő méltóságokat, főleg azért, mert a köszöntő beszédem alapvetően felsorolásból fog állni. Mindannyian tudjuk, hogy ez a beruházás olyan cégek, vállalkozások TAO támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, akik segítették ezt a beruházást. Azt gondolom, hogy megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft., a Kunságszesz Zrt., a Porsche Hungária Kft., a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt., a Rezonátor Vagyonkezelő Kft., a Vinotours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Lomex Kft., az MKB Bank Zrt., a Kerzó Kft., a Konduktor Kereskedelmi Kft., a Trakon Budapest Kft., a Duna Armatúra Kereskedelmi Kft., az FGS, Földgázszállító Zrt., a Havária 2000 Kft., a Waterland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Milatex Kanizsa Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a CRH Invest Kft., az Első Magyar Közmű Audit Kft., a Greenhold Center Kft., a Rokoya Residence Kft., a Skála Team Investment Zrt., az LVB Inert Hulladék Gazdálkodási Kft. És a Raiffeisen Bank Zrt. Nyilván nem árulok el nagy titkot, hogy ezeket fejből nem tudtam volna elmondani, hanem kaptam egy papírt, hogy igazgató úr, őnekik köszönjük meg jogosan. Viszont én papír nélkül is szeretnék köszönetet mondani két embernek. A iskola tantermeinek ablakából testközelből és nap mint nap láthattam, hogy hogyan halad, vagy éppen lassabban halad ennek a sportcsarnoknak az építése. És volt itt két ember, akinek a munkája nélkül biztosan nem lenne kész most ez a sportcsarnok. Szentecki Róbert, aki a vállalkozás, az építkezésnek a felelős műszaki vezetője, és Mitnyán Tamás, a művezető volt, akiknek a lelkiismeretes munkáját én most szeretném megköszönni. És a köszönetnyilvánítás mellett azt gondolom, hogy szükség van egy kicsit az emlékezetre is, mert emlékeznünk kell, és akkor járunk el helyesen, hogyha emlékezünk egy Szergej Kripta nevű beregszászi fiatalemberre, aki egy szomorú, szeles őszi napon ennek a sportcsarnoknak az építése közben egy munkai balesetet szenvedett, és az életét már nem tudták megmenteni. Azt kérem mindenkitől, hogy az ünneplés közben tudjunk megállni egy pillanatra, és emlékezzünk rá. És azt kérem, és most a Futballegyesület elnökéhez és a MLS jelenlévő képviselőjéhez fordulok, hogy úgy tudom, hogy a héten lesz az első hivatalos mérkőzés ebben a sportcsarnokban. Azt kérem, hogyha ez lehetséges, akkor ez a rendezvény, ez a mérkőzés egy rövid gyászszünettel kezdődjön Szergej Kripta emlékére. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és felkérem Mihály Jeromos atyát, az iskolánkat fenntartó Tihanyi Bencés apátság elöljáróját, hogy áldja meg ezt a sportcsarnokot. Kedves barátaink, hogyha az Úr nem építi a házat, akkor hasztalan fáradnak az építők. Nagyon sok köszönetet mondtak már, egybefoglalva, mint az iskola fenntartója, köszönjük szépen mi is ezt a csodálatos lehetőséget, ezt a sportcsarnokot, és most kérjük
az Úr áldását mindazokra, akik tettek ezért az épületért, akik nagyon sok erőt és munkát fektettek bele, hogy ez az épület állhasson, és az emberi test és lélek itt felüdülhessen, és kérjük Isten áldását mindazokra, akik használni fogják ezt az épületet. Kérem, álljunk fel! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk, szüntelenül magasztalunk téged, aki mindent csodálatosan elrendeztél. Az ember munkáját és tevékenységét is bölcsen irányítod, s megengedett, hogy a fáradt test és lélek felüdüljön a pihenés nyugalmában és a szórakozásban. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, hogy ezek a megfelelően emelt épületek a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálják, a test és a lélek egészségének megerősítésére. Akik itt összejönnek, gazdagodjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában, és örömmel dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Isten, aki mindenki lelkét megvilágítja, és a test erőit felfrissíti, kormányozza tetteinket, hogy napról napra érezzük a szív és a lélek egyetértésének örömét, s így áldjon meg bennünket a mindenható, irgalmas és emberszerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Igazgató úr, Perjel úr, köszönjük szépen! És a köszöntők sorát végül, de természetesen nem utolsó sorban, dr. Kontrát Károly államtitkár úr, településünk országgyűlési képviselője zárja. Tisztelt ünneplő tihanyiak, kedves vendégeink, hölgyeim, uraim, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök ezen az ünnepnapon, külön is Szabó Tünde államtitkár asszony képviselőtársamat, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél, hogy részese legyél ennek a csodának, amit ma itt Tihanyban átélhetünk. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy végig érezhettük a támogatásodat ennek a nagyon fontos beruházásnak a elindításától a mai napig. Köszönöm szépen. Én azt az összefogást emelném ki, ami ehhez a mai naphoz elvezetett, mind a két beruházás, mind az energiatakarékos beruházás, energiahatékonysági beruházás, mint pedig ennek a csodálatos sportcsarnoknak a elkészülte során, vagy elkészülte érdekében, hiszen itt a tihanyi emberek, a tihanyi sportegyesület, Horváth Béla elnök úr, akit Isten éltessen 25. születésnapján napokban ünnepelte, nagy szeretettel köszöntjük, a tihanyi önkormányzat, az országgyűlési képviselő, a sportállamtitkárság, a kormány összefogott, hiszen ez a sportcsarnok teljes mértékben nemzeti forrásból valósult meg. Ma Magyarország egy erős, büszke európai ország, amely megteheti, megengedheti azt, hogy ilyen beruházásokat is tudjon támogatni, és örülök annak, hogy Tihany országgyűlési képviselőjeként ennek a támogatásnak a odaítélésénél javaslatot tehettem a kormánynak, hogy ez a támogatást a település megkapja. A másik, amit szeretnék kiemelni, az, hogy ennek a sportcsarnoknak a elkészítésével, ennek a mai átadásával Tihany szintet lépett, hiszen egy olyan szolgáltatást tud nyújtani az iskolásoknak, akiket külön is köszöntök, a futszál csapatnak, akik az MB2-be vitézkednek, egyáltalán minden tihanyinak, aki ezt igénybe veszi, akár focizik,
kézilabdázik, teniszezik, vagy csak nézőként jön el ide, vagy közösségi rendezvényeken vesz részt, bocsánat, amit polgármester úr felsorolt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos élmény. Én amikor beléptem ebbe a terembe, tátva maradt a szám szó szerint, hiszen azt mondtam, hogy ez csodálatos. Szóval egy ilyen csodálatos házat felépíteni, én azt gondolom, ezzel az összefogással lehetett. Én is köszönöm, gratulálok polgármester úrnak, gratulálok a Tihanyi önkormányzatnak, köszönjük a kivitelezők, a mesteremberek munkáját, hiszen nélkülük nem tudnánk ünnepelni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ez a beruházás elkészült, és még annyit kérek a használóktól, hogy vigyázzanak rá. Én azt gondoltam, hogy a cipőmet is levetem, csak nem akartam hatásvadász lenni, hogy zokniba mondjam el a köszöntőmet, de ha átadás megtörténik, és egy focilabdát kapunk, akkor Riárd atyát megkérem majd, hogy ugyanúgy, mint a műfüves pályánál, emlékszel Riárd atya, 11-est rúgtunk, vagy pontosabban 7-est, mert ugye nem, ez itt nincs nagy pálya, de remélem, hogy megpróbálhatjuk most is, hogy birtokba vehetjük ilyen módon is mi is ezt a gyönyörű csarnokot. Én még egyszer gratulálok, Isten éltesse a tihanyiakat, hajrá Tihany! Köszönöm szépen! Államtitkárnak nagyon szépen köszönjük, és örülünk a javaslatnak, mielőtt a kezdőrugás megtörténne. Én azt szeretném, hogyha jelképesen egy szalag átvágásával átadnánk ezt a létesítményt tihanyiaknak, a tihany sportolóinak, az iskolásoknak, úgyhogy kérném a kollégáimat és a kis focistákat, hogy jöjjenek ide középre, és kérném polgármester urat, államtitkárasszonyt, államtitkár urat, igazgató urat, Perjel urat, Perjel emeritus urat, elnök urat, fel se tudom sorolni, hogy hányan vannak, de kérném, hogy jöjjenek ide. Köszönöm, hogy visszakapott.